fibrinadiás levélfoltosság, ez egy gombás betegség, amely elég jelentős hazánkban. A tünete a következő, levelek szélétől egy perzselésszerű elszáradást tapasztalhatunk, amely súlyos esetben a teljes levél felületre kiterjed. Az egyik pirosalma utcai vadgesztenyefa beteg levelét mutatja Fóris Anna városi kertész, gomba támadta meg a növényt. A vadgesztenyefák másik ellensége az aknázó moly, ez a levél ettől beteg. Székesfehérvár városgondnoksága az év folyamán folyamatosan végzi a növényvédelmi permetezéseket, jelenleg a vadgesztenyefákét. Idén harmadik alkalommal permetezik ezeket a fákat. Permetezéseket mindig a vadgesztenye aknázó moly rajzásához időzítjük. Ez egy három nemzedékes faj, a negyedik nemzedéke már egy áthúzódó nemzedék. Az első két nemzedék elleni permetezés május vége, június elején, illetve július elején már megtörtént. Jelenleg a harmadik nemzedék ellen védekezünk. A védekezést kombináljuk egy gombaölőszeres kezeléssel is. A kártevők közül a vadgesztenyaknázó molyt érdemes kiemelni, kórokozók közül pedig a guignardiás levélfoltosságot. A permetezéseket az esti órákban végzik a szakemberek, kedvezőtlen időjárás esetén a munkálatok elhúzódhatnak, de legkésőbb augusztus 26-áig mindenképpen befejeződnek. A használt vegyszerek engedélyezett forgalomban lévő szerek, melyek a méhekre nem veszélyesek, vizekre viszont kifejezetten veszélyes szerek. Felhasználásra kerülő szerek a mirázs, a rimon, a fertikár és a szilvet. Ezek természetesen engedélyezett szerek, forgalomban lévő szerek. Méhekre nem veszélyesek, vizekre viszont kifejezetten veszélyesek. Ez azt jelenti, hogy a vizektől egy 200 méteres biztonsági sávot kell tartani. Vizek, vízfolyások mellett ezen belül a 200 méteres sávon permetezni tilos. A munkálatokat magas nyomású permetezővel végzik, teszi hozzá szakember, ezért kérik az érintett területeken lakókat, hogy éjszakára zárják be lakásuk ablakait, a gépkocsi vezetőket pedig arra, hogy fokozott figyelemmel parkoljanak a permetezés megkönnyítése érdekében.